A tengerszint feletti mintegy 800 méteren elterülő város a Kárpát-medence talán egyik leghidegebb éghajlatú területén fekszik, a Békénypatak mellett. A város határától nem messze, a Kárpátok vonulatai között húzódik a történelmi Magyarország határa. A közelben található a turisták által is kedvelt Békásszoros. Gyergyóról, mint székről, vagyis közigazgatási egységről az első okleveles említés 1406-ból származik. A település lakosságának jelentős részét a katonáskodó székelyek alkották a késő középkorban, amelyhez új elemként csatlakoztak az örmények kereskedő életmódjukkal a 17. századtól. Ekkorra Gyergyószent Miklós a Székelyföld egyik legnagyobb települése lett. Miként találtak otthont az örmények a székely katonatársadalomban? Miért éppen ezt a rideg gyergyói medencét választották? Hogyan tudták már a 17.-18. században Európa régióit összekötni és átfogni? Társadalmuk hogyan illeszkedett ebbe a közegbe? Miképp integrálódtak? Filmünkben ezekre a kérdésekre keressük a választ. Gyergyószent Miklós a kedvező földrajzi helyzet és a jó kereskedelmi lehetőségek miatt volt vonzó az örményeknek. Emellett a legelők használata az állatkereskedéssel foglalkozó betelepülőknek ugyanúgy hasznos volt, mint a Kárpátok erdeje a fával kereskedőknek. A budapesti országos levéltárban nagyon pontos adatok találhatók arra vonatkozóan, hogy 1637-ben már otthonra találtak a Békény parti településen. Az újabb hullám 1654-ben következett be Hörc Ászbej és öccse Vártig vezetésével. De már a 17. század első felében a különböző egyházi feljegyzések is arról tudósítanak, hogy a Gyergyószent Miklósi vásárt és a szombati piacot tulajdonképpen az örmények uralták. A jelentősebb az a módvai áttelepülés volt, illetve a másik a Lengyelországból, tehát a nyugatról jövő csoport. Gyergyószent Miklós mint határváros volt jelentős a betelepülő örményeknek, tehát olyan településekre költöztek be, amelyek nagyon kedvező fekvésűek voltak, tehát a tranzit átutazó vonal, a kereskedelmi útvonal, a kereskedelmi központok, például Erzsébetváros, ami összekötötte a déli részeket a Bécs fele, vagy Kolozsvár fele, vagy Konstantinápoly, tehát teljesen földrajzilag egy központon települ. Én gyermekkoromban ezt úgy hallottam Tarisznyás Márton múzeumi igazgatótól, hogy Gyergyó, így nevezték abban az időben, azt jelenti, hogy Gyergyó, gyere mert jó. Ebből lehetett a Gyergyó nevű település. Orbán Balázs így írt a gyergyóiakról. Hanem az itteni örmények nem annyira ipar és helyi üzérkedés, mint inkább a kiviteli kereskedés által gazdagodtak fel. Ennek egyik fő tényezője a marha kereskedés volt, mert a szentmiklósi örmények felszedték Csíkban és Moldvában a hízott marhát, s azt hajcsáraikkal Bécsig, sőt távolabb is elszállították, mégpedig oly nagy mérvben, hogy az évi kivitel 300 ezer juh, 40 ezer ökör és 10 ezer ló volt. A marhakereskedelem mellett és ennek visszaesésével kezdtek el áttérni a fakereskedelemre. A Kárpátok erdőségei erre jó lehetőséget biztosítottak. Saját vagy bérelt fűrészmalmokon vágatták a deszkát, de jelentős mennyiségben vásároltak is. A Maroson úsztatták le aradik, majd értékesítették, sokszor a görög, a török vagy román kereskedők közreműködésével, így a gyergyói fa Galacig vagy akár Konstantinápolyig is eljutott. Gazdasági tevékenységükből következően az örmények voltak a modern pénzforgalom egyik meghonosítói, a nagyrészt természeti gazdálkodást folytató Erdélyben. Első nagyváros volt az akkori Csík vármegyébe. Tökéletesen igaz, mert már a 19. század elején mezőváros volt Gyergyó, csak a 19. század végén visszavonták a város jogát,
és maradt nagy községnek, és aztán a 20. század elején ismét városán nyilvánították. Úgy építették a házaikat általában a gyergyószentmiklósi örménykereskedők, hogy alul voltak az üzlethelyiségek, és felül volt a lakosztály. Az udvaron még másik nagyobb épületek voltak, ahol a személyzet lakott, ugyanakkor ott voltak az istállók is, mert a városban például a Békény folyó úgy volt vezetve, hogy minden nagyobb utcát érintsen a Békény. Tehát már felszegbe több felé osztották a Békényt, hogy mindenki az állatainak is a vizet tudja biztosítani. Ezek a barokk épületek, de sajátos örmény jelleget magukban hordozó házak tulajdonképpen Gyergyószentmiklóst, Székelyföld egyik legszebb városává alakítják. Minden nagyobb családnak, nagy kereskedő családnak, vagy lehet nagy iparos családnak is, azt nem ismerem, tanyája is volt. És az állattenyésztés, meg a földművelés az ott történt a tanyán. Mindenki jó, ami vagy katolikus, vagy örmény. És aki milyen, a Jóisten úgy segíjen, igaz? És én olyan vagyok, hogy bízom a Jóistenbe. Nem volt soha semmi néven nevezendő ellentét se a zsidók, se a székely, se a magyar kereskedők között. Mondjuk annyi volt, hogy van az úgynevezett örmény hajnal. Hoztak egy törvényt helyi viszonylatban, úgy értem erdélyi viszonylatban, hogy az örmény kereskedők reggel 9 előtt nem mehetnek a piacra. Ezt kérték az itteni székely kereskedők. Mert ahogy megjelentek az örmény kereskedők, minden árut tőlük felvásároltak, és duplájáért eladták később. Természetes a székely kereskedők azok már 7 órakor kint voltak a piacon, és igyekeztek az árukat eladni. Soha nem volt ellentét, jó kapcsolat volt közöttük, egymást megbecsülték, ha kellett, még segítették is. Nekem itt a gyergyai őseim a lengyel családhoz tartoznak. A legelső ősövet, akihez vissza tudok jutni, az a dém nagyapám, idős lengyel Gergely. Ez a lengyel család eltérően az általános örmény kereskedő foglalkozást, ezek építészek voltak. Dém nagyapám két fiával, Andor és az ifjú Gergely fiával mind a ketten építkezéssel, dédnagyapám az idős Gergely és a nagyobbik fia Andor, ők házépítéssel foglalkoztak, az én nagyapám az ifjú Gergely, az pedig útépítéssel foglalkozott. A Gyilkostói útnak az építését egy brassói mérnök vállalta ki, de a munkavezető az az én nagyapám volt, ifjú lengyel Gergely, és egy nagyon nehéz szakaszon, ahol egy közel 180 fokos kanyart kellett kiépíteni, akkor a mérnök el kellett menjen, és azt mondta, hogy lengyel bácsi, hogy ha a kanyar úgy fog sikerülni, hogy tetszik nekem, akkor telekkönnyűleg a maga nevére fogom íratni, és ezért azt a kanyart lengyel kanyarnak hívják. Az én édesapámnak bor nagy kereskedő volt, aki az környéket látta el borral, azon kívül más italt is árult, egy kis kereskedő üzletben, ami szintén a családi házban volt. Szekerekkel jöttek a faluról a kereskedők, és úgy vásárolták el a bort innen, vagy édesapámnak volt 2-3 szekere, 5-6 lóval, ő szállította ki az árut.
Örménységemet, családfámot 1717-re tudom visszavezetni, amelyről írásos dokument van az Örmény Egyháznál, de talán még azelőtt 1660-1670-ben jöhettek az elődeim ide erre a vidékre, Gyergyőszent Miklósra is. Úgy látszik, akkor itt született az első Buslik nevezetű örmény rokona. Édesapám, nagyapám, talán lehet, hogy még ők nagyapám is kőműves emberek voltak, tehát itt mesterségek alapján oszlottak meg a családok, voltak mészárosok, ez a család kőműves volt, és különböző mesterségekkel foglalkoztak. Az örmények már a letelepedésük korában Gyergyőszent Miklóson létrehozták a céhelyiket. Kelet-Európának ebben a szűk szegletében, Székelyföldön olyan fejlett céhrendszer működött, mint a nyugat-európai kereskedelmi társaságok, és szervezetileg a munkamegosztás szempontjából, a piackutatás szempontjából ezek mind-mind azonosíthatók a nyugati céhrendszernek a színvonalával. A gyergyószentmiklósi örmények belső autonómiájukat már a letelepedésük után létrehozták. Ezt először az Örmény Kompánia képviselte, majd később életre hívták azt a szervezetet, amely az örménység belső jogrendjét, belső stabilitását hivatott képviselni. Az 1795-ben létrejött Merkantile Fórum védelmet nyújtott más közösségekkel szemben is. Volt itt egy a kereskedőknek egy szövetsége, a Merkantil Tanács, amelyik nagyon is segítette, ha valaki nehéz helyzetbe került, adott segítséget neki addig, amíg abból kilábalt, újra helyrejött, és utána ő is segített a másikat, tehát egy ilyen kölcsönös tevékenység volt ez. A Merkantile Fórum tehát amellett, hogy egy kereskedelmi törvényszék volt, átfogta az örménység teljes társadalmi és esetenként vallási életét is. Tagjai voltak a bíró, a másodbíró, 12 szenátor és a jegyző. 1850 után jobbára már csak végrehajtó szervként működött, 1860-tól pedig az Örmény tízes nevet vette fel. A testület bíráskodásának örmény, latin és magyar nyelven fennmaradt jegyzőkönyvei, forrás értékű emlékei a közép-európai örménység autonóm ítélkezésének önszervező erejének. Az örmények örmény nyelvet beszéltek, Moldvából jöttek, ugye ahogy a nevük is mutatja, egy-két esetben valószínűleg a román nyelvet is beszélték valamilyen fokon. És hát itten örmény iskolát is létesítettek. Az örmény iskola is a 19. század közepe után szűnt meg, és azután is felejtették el teljesen itt az itt lakó örmények az örmény írást és olvasást. Az én gyerekkoromban már csak a Vákár plébános úr egyedül ő volt, aki örményről, tehát a misét magát, a misét is örményül mondta, és ő tudott örményül már az itt lakók, nem csak az én gyerekkoromban, azelőtt már több mint 100 éve az itt lakó örmények már örményül nem tudnak. Egy ember volt, aki tudott örményül Gyergyőszent Miklóson, az is csak azért, mert elment örmény papnak készült. 3-4 évig ott volt Velencébe, illetve Velencében a Lázár-szigeten, és ott csak örményül beszéltek, ő tudott írni, olvasni és beszélni, de kilépett és nem maradt papnak, és azért tudott. Más, még a nagyszüleim se tudtak már örményül, mind magyarnak vallották magukat, és magyar volt az anyanyelvük. Általában az örménység mindenütt, ahol volt, kitűnt az ottani őslakosok közül, elsősorban a tanuláson keresztül. Többet tanultak, mint a környezetük, muszáj is volt, mert kevesebben voltak, mindig
kivéve az őshazát, mindig kisebbségbe éltek, és muszáj volt, hogy pótolják ezt a többségi erőt az intellektuális erővel. A volt Transzilvánia Banknak is ő örmény volt az igazgatója, tehát azért voltak a kereskedésen kívül bankárok, voltak gyógyszerészek, Lázár Miklós és Lázár Jeromos. Általában azért mindenhová beütötték magukat az örmények, és igyekeztek hasznos tagjai lenni a társadalomnak. Meghatározó intézmények, mint amilyen a kórház, amilyen a gimnázium, mind-mind az örményekhez kötöttek ezek a létesítmények, mert ők azok, akik a városiasodás intézményeit megalapozták. Ezen kívül a század elején létrehozták a Gyergyósze Miklósi takarékpénztárt, amit a köznép csak Örmény Bank néven emlegetett. Ma jelenleg az épületben, amely egyik legszebb épület a központon, a polgármesteri hivatal működik. Sajnos a Gyergyósze Miklósiak nagy többsége nem tudja, hogy ez milyen jelentős gazdasági szerepet töltött be valamikor a múltban. Főleg kereskedelmi hitelekkel foglalkozott. És akkor egészen 44-ig tevékenykedett, működött ez a bank. 44 után háborúnál problémák, ugye elmentünk mi is, mindenki itt széjjel. Aztán 46-ban újra megindította, amennyire tudta nagybátyám, és akkor 48-ban államosították a nagybátyám, aki a bankigazgató volt, aki egészségileg is ebbe tönkrement, és nagyon hamar meg is halt utána, szóval annyira összetörte őt. Gyergyósze Miklóson a vagyonát, aki elvesztette, az általában kártyán vesztette el, mert bizony voltak itt olyan örmény, gazdag örmények, akik szívesen kártyáztak is, egy-egy éjszaka egy kis vagyont vesztettek el. Az örmények saját szórakozási lehetőséget teremtettek meg maguknak, volt az úgynevezett örmény kaszinó. Azon kívül a Laurenci vendéglő, ebben jártak rendszeresen, bálokat, teadélutánokat szerveztek, de nem úgy elszigetelve, hanem azon részt vehetett más is természetes, nem csak örmény, hát ez ők, de ők szervezték. Gyönyörű bálokat rendeztek, nagy estélyi, kis estélyi frakba, és a nők nagy estélyibe természetesen, szóval elegánsan megrendezték egyben a kisvárosban. Abban az időben mindegy 10 000 lakósa volt csak Gyergyósze Miklósnak. Az örmények Gyergyó város fejlődése alatt fontos szerepet játszottak a sportba is. Tehát nagyon sokan ugye elmentek Budapestre, elmentek Bécsbe, elmentek Velencébe, iskolába visszajöttek és hoztak magukkal valamit. Az első futballlabdát is egy örmény diák hozta, és már az 1890-es években már a sísport és a kurcsa sport a városba működött. Az első bejegyzett labdarúgó csapat 1921-ben történt. Később majd komolyabban kezdtek sízni is. Minden évben megszervezők az Árok István lesikló versenyt. 49-ben alakult az első jégkorong csapat a városba. Azon kívül az örmények nagyon szerették a teniszt is. A tenisz sportban is sokat áldoztak ahhoz, hogy ez a sportág működjön. Nem beszélve arról, hogy a jelenlegi sportbázisunk, a futballpálya is egy örmény családé volt. Lázár Jeromosi és örömmel hagyta, hogy oda építsék a sportbázist, mert nagyon szerette a sportot. Az örmények gregoriánus örmény keresztényként vándoroltak be Erdélybe.
vagyis a katolikustól eltérő, ám ősi keleti keresztény hitükön voltak. Az Erdélybe való letelepedést követően csatlakoztak a katolicizmushoz. Ebben kulcsfontosságú szerepe Oxendio Virzirescu címzetes aladiai püspöknek apostoli vikáriusnak volt. Virzirescu Moldva területén Botosán városában született, ahonnan Rómába, a Propaganda Fide kollégiumába, a Collegio Urbanóba ment tanulni. Innen 1685. októberében küldték Erdélybe missziós munkára. Virzirescu vezetésével az örmények rendszeresen imádkozták a vesperást, magyarázta nekik a katekizmust és minden vasárnap prédikált is. A csatlakozás feltételéül az örmények azt kérték, hogy saját maguk választhassák püspökeiket, ezzel ősi hagyományukhoz ragaszkodtak, hisz náluk a püspök egyben világi vezetője is volt a népnek. Virzirescu többször is tartózkodott Gyergyószent Miklóson, erről az itt írt levelei tanúskodnak. Az erdélyi örmények vallása az unió következtében katolikus lett, a liturgiát azonban örmény szertartások szerint végezhették. Templomaikban őseik vallásának emlékei ma jelentős kultúrtörténeti kincset képeznek. A templom és a templomkert jelenlegi területén 1637. május 9-én létesítette az idegenek temetőjét Ferencfi György, római katolikus plebános. Kisebb fakápolna is állott ezen a területen. Ezt őseink a betelepedés után nem sokára bérbe vették a római katolikus egyháztól, majd megvásárolták. Az 1700-as évek legelején a fakápolna helyébe egy kisebb kőtemplomot építettek, majd mivel ez a templom kicsinek bizonyult, 1730-ban elbontották azt a templomot, és a jelenlegi barokk templom 1733-ra lett kész. Tehát 3 év alatt elbontottak egy templomot, és egy sokkal nagyobbat építettek. A torony 1734-ben készült el, a védőfal a bástyákkal 1748-as. Az örmény templomokban szokásos volt korábban, különösen a diaszpórákban, hogy a templomok belső falára, illetve az oltárképre egy-egy szent életének különböző részeit festették, amely mellé sok esetben örmény szöveg is került. Így ha a hívek nem értették a liturgiát, elmélkedhettek a képek jámbor jelenetein. Ezzel a kultúrtörténeti érdekességgel találkozunk a Gyergyószentmiklósi örmény templomban is, ahol az egyik Velencében készült oltárképen világosító Szent Gergely életének főbb eseményei láthatóak, mellettük az örmény nyelvű felirattal. Szent Gergely lábaira nehéz vasdarabok köttetvén, kezét összefonván egy fára akaszták, és a magasról lelógatván kínozták. Szent Gergely fejét szorítóba helyezvén testére ütéseket mértek, így kínozták a szentet. A templomon több külső felirat is örmény nyelven tanúskodik a templom építéséről, az itt élt örmények hitéről. Az örmény időszámítás eltért az általunk használt naptártól. A kezdő év a keresztény időszámítás szerint 551, az örmény korszak kezdete. A Gyergyószentmiklósi templomtornyon lévő 1182-höz, ha hozzáadjuk az 551-et, megkapjuk az 1733-as számot, ugyanis a templom ebben és az ezt megelőző, illetve ezt követő években épült. Egy másik felirat a templomtornyának építésével kapcsolatban közöl információkat. A harangtorony egy család adakozásából lett felépítve, ezzel emléket állítva a család még élő vagy már meghalt tagjainak. Kéretik érettünk imádkozni. Szól a felirat. A kereskedelem mellett kulturális téren is szoros kapcsolat jellemezte az erdélyi örmény közösségeket. A Gyergyószentmiklósi plébániai könyvtárban kutakodva ugyanazokat a könyveket, nyomtatványokat találjuk, amelyekre más erdélyi, illetve közép-európai könyvtárakban is rábukkanhatunk. Az újkori örmény nyomdászat történetben Amsterdam, Róma, Konstantinápoly töltött be fontos szerepet.
Hacsatúr Erzrumeci több munkája is felfedezhető Gyergyó Szent Miklóson. Ezek a kötetek azonban a velencei könyvnyomdából kerültek Erdélybe. Erzrumeci mehitár apátnak, a mehitarista szerzetesrend megalapítójának a jobb keze volt. Konstantinápolyból Velencébe került, majd innen Erdélybe, ahol örmény misszionáriusi tevékenységet végzett. Örmény, valamint latin nyelven is írt filozófiai, teológiai, vallási és erkölcstani műveket. A Szentszék missziós munkájához kötődik a római testület. Az 1622-ben alapított Sacra Congregatio de Propaganda Fide nyomdája, amely szintén adott ki örmény karakterekkel örmény nyelvű, illetve latin örmény bilingvis köteteket. Az egyik ilyen kiemelkedő munka Clemens Galanus nevéhez kötődik. Ő alapozta meg az uniált örmények teológiai irodalmát. A teológiai irodalom különböző művei között azonban talán az örmény himnárium, a Saraknoc példányai a legjelentősebbek, akár az örmény liturgikus himnuszoknak, a Sarakanoknak a gyűjteményei. A Gyergyószentmiklósi örmény könyvtárban egy konstantinápolyi példány található. A gyergyói örmények úgy tudják, hogy a plébánián megtalálható a háztörténet, vagyis a Historia Domus. A zöld bársonyborítású fémveretes könyvben valóban vannak örmény nyelvű oldalak. Azonban ezek egy örmény misszionárius által 1729-ben alapított plébániai vallási társulat alapító levelének oldalai. A kötet második felében található magyar nyelvű háztörténet 20. századi alkotás, így történeti forrás értéke is kevés. Temetőben nem csak civilek, hanem tehát az egyházközségnek a papja is nyugalmat találtak, illetve temetkeztek. Kik találhatóak a temetőben? Hát itt mellettünk található Sahin Bertalan volt vikárius plébánosnak a sírja. Ő 1974. május 5-én halt meg. Jó pár évig szolgálta a gyergyói közösséget, mint plébános, azelőtt Erzsébet városon és Szamosújváron teljesített szolgálatot. Itt a másik soron található dr. Fejér Dávidnak a sírja és a síremléke, aki Gyergyóváros híres orvosa volt. Rózsakertet képezett ki a lakásánál, és rózsák árából a szegényeknek a felírt recepteket is finanszírozta. És érdekesség, hogy ha bement egy olyan beteghez, egy olyan házhoz, ahol rossz szag volt a házba, nem szellőztettek, akkor a sétapálcájával kitörte az ablakot, hogy szellőzzön ki a ház, és aztán ő tetette be a saját költségén a kitört ablaküveget. Itt van Bálint Ákos volt kántorunknak a síremléke, aki 1983-ban halt meg, és több mint 61, majdnem 62 évig tevékenykedett az örmény egyháznál, mint kántor és tanító. Görög Joachim a Gyergyószentmiklósi örmény katolikus egyházközség legendás 20. századi alakja. Neve máig él az örménység történeti tudatában, amit főleg képzettségének és kedvező emberi tulajdonságainak köszönhet. Gimnáziumi tanulmányait a piaristáknál végezte, Gyulafehérváron szerzett teológiai végzettséget, majd Bécsben szentelték pappá. A Gyergyószentmiklósi örmény plébánia mellett máshol is látott el lelkipásztori szolgálatot, különösen a tanügyben, illetve a szamosújvári és erzsébetvárosi hívek körében. Minden gyerek úgy választotta, vagy minden szülő úgy akarta, hogy a gyereke katolikus hitoktatásba részesüljön az iskolában. Törmény hitalra járnak a kislányok. Az örménye szokásokat, az örménye étkezés rendet, azt azért örököltük. Tehát olyan szinten vagyunk mi a családban, hogy az örmény mi atyánkot, azt most tanuljuk. Az iskolai hittanóra mellett szorgalmazza az egyház megyénk, hogy minden plébánián létesítsenek egy kis katekumenátust, és minden életkorban ismertessék meg a gyerekükkel, a gyerekekkel a hitüket. A mi egyházközségünkben is működik ez a plébániai hitoktatásnak nevezett program, amely átfogja az óvodástól egészen a középiskolásokig
a fiatalokat, valamint életkori hitoktatás is van, mivel külön hitoktatásba részesítjük a családokat, és foglalkozunk az idősekkel is. Az örmények identitása Gyergyószent Miklóson nem feltétlenül jelenik meg a mindennapi életvitel szintjén. Az örménység történetének elbeszéléseiben hangsúlyos szerepet kap a városiasodás, a városi intézmények kialakítása. A közösség tagjai őseik jellegzetes foglalkozásairól, életmódjukról szólnak. Az örmény identitás megélésének fontos szintere a vallás intézménye, az örmény katolicizmus, az egyházközség. Ez képezi a kapcsolattartás, a közös vallási és kulturális gyakorlatok együttes végzését és felvállalásának szinterét. Közösségépítő, formáló jellege van és összetartó. Hogy ismerjük meg a múltunkat, mert el kell ismerjük, hogy azért a mai fiatalok között kevesen ismerik, és megtartani az örmény szokásokat. Örmény ősekkel rendelkező magyarok vagyunk, hívják azt is, hogy magyar örmény, örmény magyar, mindenféle elnevezés van, mert népszámláláskor mind magyarnak valljuk magunkat. Ez az örménység, ez inkább már kulturális, inkább vallási, az egyház, megvan ugye a külön, az örményeknek a külön templomuk, a kórus énekel, örmény énekeket a mise folyamán, tehát inkább olyan kulturális visszaemlékezés az ősökre. Most a 21. században, amikor mindenfelé nyitunk, meg globalizálódunk, meg különböző új irányvonalak érik el a mi térségünket is, akkor egyre fontosabb lesz a múltnak a feltárása. Egy láncszem vagyunk a múlt és a jövő között, tehát valamit fel kell építenünk, tovább kell adnunk, újjá kell szülessen egy adott ponton az egész hagyomány, közösség. Azt is lehet mondani, hogy identitás jellege van az örménységnek. Gyergyószent Miklóson az identitásunkat a vallásban gyakoroljuk, de mi magyar örmények vagyunk.